Néhány hét alatt így tisztult meg a levegő Kínában a koronavírus járvány hatására, ugyanilyen felvételeket Olaszországból is láthattunk az elmúlt időszakban, ahogy számos más európai országból, nagyvárosból. Volt, ahol felével esett vissza a környezetszennyező anyagok kibocsátása, köszönhetően annak, hogy gyárak tömegeiben állt le a termelés, emellett a légi és közúti közlekedés visszaesésével is kevesebb káros anyag került a levegőbe. Április 22-én a Föld napján, tehát el lehet mondani, hogy a természet profitálni tudott a jelenlegi helyzetből, ahhoz azonban, hogy ez hosszabb távon is a javunkra váljon, változásra van szüksége az emberek részéről. Annyiszor kaptunk már figyelmeztetést a Földtől, hogy el kellene kezdeni nem csak másképp gondolkodni, hanem másképp viselkedni, mert ebből baj lesz. És én az előadásaimban nagyon sokszor feltettem azt a kérdést, hogy vajon eljutott az ember evolúciója arra a szintre, hogy képes belátni, hogy az, amit folytat, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Mert ha nem látjuk be, akkor a Föld biztosan újabb üzenetet fog küldeni. És nekem szomorúan kell mondanom azt, hogy nem láttuk be. Ugye most a Föld, mondhatnám azt, hogy hazaküldött bennünket, hogy gondolkodjunk. Tehát a nagy kérdés a Föld napján az, hogy képesek vagyunk-e végig gondolni, hogy miért jutottunk ide, és képesek vagyunk-e változtatni nem csak a gondolatainkon, hanem a mindennapi gyakorlatunkon is. A tanszékvezető hozzátette a Magyar Tudományos Akadémia nemrég közölt cikke szerint, a koronavírushoz hasonló nagy járványok után a Föld soha nem lesz ugyanolyan, mint volt. Az emberek mindig elgondolkodnak, kicsit magukba szállnak. Kis Ferenc szerint, ha a mostani helyzet elmúlásával visszaállunk a korábbi környezetszennyező életmódra, újabb jelzést kapunk a bolygónktól. A Föld ugyanis, mint fogalmazott, egy önszabályozó, dinamikus rendszer, olyan, mint egy élőlény, ami, ha veszélyeztetve érzi magát, lépni fog. Azzal, hogy az emberek most több időt töltenek a négy fal között, a friss levegő iránti szükségletük is megnő, többen vágynak ki a természetbe. Gondoljunk arra, hogy amikor azokat az állatokat, amelyek ahhoz vannak hozzászokva, hogy szabadon kószáljanak, vadászanak, kapirgáljanak és sorolhatnám tovább, bezárjuk, vajon azok az állatok mit érezhetnek? Hova vágynak? Természetesen a természetes élőhelyükre. A nagyon sok faj közül, ami itt él a Földön, a természetben, mi is csak egy faj vagyunk, és hova vágyunk? Hát a természetbe vágyunk, de viszont akkor egy fontos dolgot be kell látnunk, át kell gondolnunk, hogy ez azt jelzi, hogy a természet nélkül nem tudunk normális emberi életet élni mi sem. Ebből mi következik? Hogy a természetre vigyázni kell, vírus előtt, vírus után mindig, és az otthonunkat, amit nem hagyhatunk el, azt védeni kell. A Föld napján egy hazai felmérés eredményeiről is beszámolt a távirati iroda. Nagy többség a megkérdezettek, mintegy 90%-a mondta azt, hogy a Földet érintő környezetvédelmi problémákat komolyan kell venni. A megkérdezettek több mint fele érez személyes felelősséget a környezet romlása miatt, de leginkább a gyárakat, üzemeket, a közlekedést, valamint a multinacionális cégeket teszik felelőssé. A kutatás alapján 10-ből 8 magyar teljes mértékben egyetért azzal, hogy a klímaváltozás a gyermekek jövőjét fenyegeti.